megadhatna a forint értékére a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. A vonal túlsó végén Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! No, hát a legfontosabb makrogazdasági adat a héten mindenképpen a magyar infláció alakulása lesz szerintem, és aztán nem mellesleg természetesen a német termelési adatok is érdekesek lehetnek Magyarország szempontjából, de vegyük mégiscsak előre az inflációt, mert hogy az érzete a lakosságnak mindenképpen az diktálja, hogy ez a mutató elszabadulni látszik. Igen, tehát hogy akár az inflációs célhoz, akár Európa többi országának az inflációs adatához hasonlítjuk a hazai inflációt, akkor ugye az egyértelműen magas. És hát igazából ugye az elmúlt mondjuk pár hónap, vagy tekintsünk vissza egy kicsit hosszabb időre, ugye azért a hazai inflációval kapcsolatban már régóta volt egy olyan kellemetlen érzés, hogy évek óta előfordult az, hogy a headline infláció felment a célig. A maginfláció az ugye tehát a Covid válság előtt egyértelműen gyorsult, és bár volt egy olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy igazából az olajárak elkezdik levinni az inflációt, ez a nyugalom, ez rövid ideig tartott, ugye júliusban jött egy brutális meglepetés, amikor 3,8% lett az infláció, és látszott azt, hogy egy nagyon széles körű átározás valósult meg a magyar gazdaságon, tehát lényegében a szereplők, ahogy jött ki a gazdaság, így a Covid első sokjából körülnéztek, és meglépték a korábban tervezett áremeléseket, csak lényegesen vastagabban. És aztán ugye az augusztusi adat, az úgy tűnt, hogy az átározás ez valószínűleg egyszerű volt, és hát igazából azért várunk a mostani adatra, mert hogy ezzel tehát van egy olyan rossz érzés, hogy a Covid miatti kapacitás szűkében azok a szereplők, akik kinyitottak, azok masszívabban árat emeltek. És ilyen szempontból nyilván hogy kell figyelni az adatot. Egyébként ugye az előző havi 3-9 után ismét ilyen 3-9 körül inflációt várunk. Ez egy lokális csúcs lehetett egyébként, ugye a következő pár hónapban a bázis hatások miatt a headline infláció az várhatóan csökken majd. De igazából a maginflációt kell figyelni, ez mutatja a folyamatokat. Úgyhogy hát nyilván én azt gondolom, hogy ez egyértelműen ez a legfontosabb adat. És hát itt kicsit előre tekintve, tehát hogy az, hogy mi várható a jövő évben meg az után, de nyilván ezt nagyon sok minden meghatározza, és bár van egy olyan érzésem, hogy az, hogy azért van egy méretes cél a munkanapi erőpiacon, tehát az a helyzet, hogy a szabad munkaerőállomány az jelentősen nagy a Covid válság miatt. Ez azért abba az irányba mutat, hogy a jövőre gyengülhet a kereslet és mérséklődhet az inflációs nyomás, de a másik oldalon meg azt látjuk, hogy azért a forint gyenge, az inflációs várakozásoknak a horgonyt utcán az fellazult, tehát azt gondolom, hogy a következő időszak az kifejezetten fontos lehet, hiszen látjuk azt, hogy egy bank lényegében a régióban egyedüliként itt azért hogy kénytelen volt hozzányúlni a kamatszinten. Uh-huh. Igen, figyelj Gergő, mondtad a gyenge forintot. Meg azt is tudjuk, mert szoktad te is mondani, meg általában makroelemzők mindegyike, hogy egy kicsi nyitott gazdaság vagyunk. Ez ugye azt jelenti, hogy az exportra, meg az importra nagyon rá vagyunk szorulva. Tehát az, hogy dübörögjön az exportunk, meg hát ugye ez az exporthoz be kell hozni egy csomó mindent. Ez nem hajthatja fel az inflációt? Hiszen a forint folyamatosan gyengül, most éppen rekordszint közelében tartózkodik. Dehogy nem. Tehát, hogy azért szokott ilyeneket mondani az MNB, hogy fellazult a pass-through, meg tehát, hogy az árfolyam begyűrűzése az inflációba, de azért azt láttuk, hogy ezek az infláció vezérelt termékkörben azért gyorsult az infláció. Ugye az egésznek a trükkje, hogy bár rövid távon alapvetően mindenki azt gondolja, hogy az árfolyam az alapvetően így a külkereskedelmi termékforgalomba kerülő termékek árát befolyásolja, de azért az volt, hogy hosszú távon igazából az árfolyam szintje az nagyon sok mindent meghatároz, béreket, szolgáltatás árakat, stb. Tehát azért az a helyzet, hogy ha valaki mondjuk a cseh korona árfolyamát megnézi az elmúlt, nem tudom, két évtizedre, akkor ugye a cseh korona az,
az, tehát a cseh koronához képest a forint nagyon sokat gyengült, és egyébként hát így nagyon leegyszerűsítve annyival van odébb az árszintünk, amennyivel a cseh korona forint árfolyama, mert nyilván a hosszú távon a munkaerőpiacra és a szolgáltatás árakra ugyanúgy begyűrűzik az infláció. De hogy igazából ha régiós országokkal összevetjük Magyarországot, akkor azért az inflációs folyamatok tekintetében az egyik nagyon nyilvánvaló különbség az, hogy azért a forint egyértelműen egy gyengülő pályán tartózkodott, és azért jó esélye ennek komoly, tehát nem jó esélye, tehát azt gondolom, hogy az én véleményem szerint ennek jelentős szerepe van, hogy a inflációs mutatón kiemelkedik a régiós országok közül. Ne hajózzunk még át külföldre, mert az ipari termelés is nagyon fontos, illetve minden, amiből lehet látni, hogy vajon lehet érezni, bár ugye ez még nem a legfrissebb és már a második hullám által sújtott időszak, de hogy igazából mennyire csökkenhet a magyar gazdaság idén, illetve honnan vágunk neki a jövőre bekövetkező visszapattanásnak. Erről minden adat érdekes. Hogyan nézhetett ki nyáron az ipari termelés, illetve mit kell itt figyelni? Hát ugye tehát a héten megjön a három ilyen fő havi konjunktúra adat, tehát jön ugye augusztus a kiskereskedelmi forgalom hétfőn, aztán jön az magyar ipari termelés, és aztán pénteken az építőipari termelés. És ugye ezek az mutatók azért fontosak, mert igazából augusztus volt az egyik, hát vagy így mondom, az utolsó igazán erős hónap. Tehát, hogy a kiskereskedelmi forgalomban nálunk már átfordult egy enyhe pluszba korábban, amiben ugye tehát azért komoly szerepe van annak, hogy a korábban elhalasztott fogyasztást, azt, amit kellett, azt pótolták a háztartások. Ugye ilyen szempontból lesz érdekes, hogy az elemzők által várt további nagyon enyhe javulásra sor kerül. Utána ugye jön az ipar, ami azért lesz csalóka, mert jellemzően a éven belül lefutásban az augusztus nem egy erős hónap, ugye jellemzően a nyári leállások. Az ipari cégeknél a nyári leállások miatt ez egy gyengébb hónap, és ugye most itt a Covid miatt volt tavasszal egy leállás, és kérdés, hogy ez mennyire befolyásolta. Tehát hogyha most idén kevesebb cég tartott leállást, akkor láthatunk egy viszonylag jó számot, egyébként nem túl fényes, tehát hogy az a ipar teljesítménye még mindig egy 7-8%-kal van lemaradva az egy évvel korábbi szintről, és nyilván a csúcshoz képest talán még egy kicsit, tehát hogy még nagyobb a különbség. Az építőiparnál meg ugye azért azt tudjuk, hogy a tavalyi bázis volt nagyon erős, ugye az volt az uniós forrás bevonás szempontjából a legerős, tehát vagy így mondom, az volt a csúcs, és ahhoz képest lejjebb vagyunk, és mondjuk az utolsó adat egy ilyen mínusz 20% körüli visszaesés mutatott, és ennek egyébként csak az egyik része az, ami a Covid-dal magyarázható, a másik pont emiatt a magasabb csúcs, tehát ennek a magasabb csúcsnak a következménye. Tehát azt jelenti, hogy itt a szeptembertől durrant be igazából a második hullám, nagyjából egy hónap múlva fogjuk megtudni, hogy szeptemberben hogyan reagáltak. Ugye, tehát a legelső konjunktúrálatok erről majd akkor érkeznek. Ugye, tehát most még utolsó jó hónapról kapunk értesítést. Ezek az augusztusi adatok, ezek nagyjából azt mutatják meg, hogy hova sikerült visszapattani ezzel az úgynevezett ugye nem teljes vével. Mi azt számolgattuk, hogy valahol így ilyen mínusz 7-8% lehet majd a harmadik negyed év, és ezen belül ugye az augusztus az már egy, tehát tehát igazából ez volt még az utolsó olyan hónap, amikor tényleg számíthattunk arra, hogy az előző hónaphoz képest volt egy érzékelhető helyreállás, és nyilván a szeptember az már rosszabb. Ti egyébként az idei GDP-re vonatkozó várakozásaitokon módosítottatok annak kapcsán, amit az elmúlt hónapban történt? Persze, mínusz 6-3. Mínusz 6-3. Mentünk, igen. És mennyi volt előtte, mennyi volt augusztusban, amikor még nem jött a második hónap? Hát mi elég optimisták voltunk, mi bíztunk. Tehát, hogy igazából mi abban bíztunk, hogy nem lesz olyan véres a második negyedév, milyen mínusz 10,5-re számítottunk két évben a második negyedévre, és ezzel ilyen 3% körül volt az előrejelzésünk, és aztán, amikor kijött a második negyedéve, ugye, ami nagyon véres lett, és ezen belül... Ez a 13-6, ugye, ha jól emlékszem? Igen, 13-6 lett év per év, és itt az igazi meglepetést, ugye, azt régiós összevetésben is, ugye a magyar GDP az régiós összevetésben is elég gyenge lett, főleg úgy, hogy azért mi a tavaszi hullámot azért enyhébben úsztuk meg enyhébb intézkedésekkel, mint a régiós versenytársak, illetve hát a saját, hát úgynevezett ilyen, hát vannak ilyen GDP ténybecslő modelljeink, és hát annál is sokkal rosszabb jött, és igazából az van, hogy a tévedés nagy része az ugye az állami szektor GDP-jéből jött, tehát lényegében az egészségügyi szektorban azzal, hogy a betegeket hazaküldték a járvány felfutásakor, ez azt jelentette, hogy az állami
szektoron, állami szektor és ezen belül az egészségügy hozzáadott érték az nagy mértékben esett. Tehát, hogy igazából ez több mint ilyen 2% pont körüli mértékben okozott meglepetést, és hát ugye ennek persze van olyan jó oldala, hogy mondjuk a ügyfelek fizetőképességét ez kevésbé befolyásolja, de hát a rossz oldala az, hogy azért az egészségügyi teljesítmény helyreállítása az egy hosszabb idő, ez tartósabban benne van, és hát az a helyzet, hogy ezt átfuttatva igazából arra számíthatunk, hogy egy ilyen 6% fölötti visszaesés lesz. Tehát akkor ez még az első negyed évnek a gyászos teljesítményéből fakadt, nem abból, hogy most szeptemberben bejött ez a második, második, igen. Tehát igazából ugye most azt látjuk, hogy azért a harmadik negyed év az mindenképpen erős lesz. Egyrészt azért, mert a második negyed, tehát ugye a GDP az egy negyedéves átlag, és igazából ugye a második negyedévnek az átlaga az már egy tehát hogy tehát az egy hogy mondjam, alacsonyra került. Az április volt a mélypont, a május, a június magasabb volt, ebből adódóan a negyedéves átlag az alacsonyabb, mint a júniusi végpont, tehát hogyha semmi más nem történik a harmadik negyedében, csak a június szintén marad a gazdasági aktivitás, már akkor is van egy visszapattanás. És azért azt láttuk, hogy a július és az augusztus az nem volt rossz, tehát hogy ott élénkült a gazdaság, tehát hogy azért arra lehet számítani, hogy ez az ilyen 13,6%-os évperév mínusz, ez azért le tud menni ilyen 7-8%-ra igazából éves összevetésben a harmadik negyedévre. És lehet-e becsülni bármit is az alapján, amit most látunk vírushelyzetből kifolyólag, és ennek azért a várható fönnmaradása az szinte borítékolható? Ugye azt kell azt érdemes tudni, hogy a nem maga a vírushelyzet az, ami a gazdasági aktivitást befolyásolja, hanem az, hogy... A reakció arra, igen, amit arra. Igen, tehát hogy ez okoz-e olyan, és olyan aggodalmat a népességben, ami miatt visszafogja a gazdasági aktivitását, a kormányzat lépe, ugye azt láttuk, hogy eddig nem nagyon. Az országokban is már volt lépés, és hát azért a politika az meg tud inokni, tehát az a helyzet, hogyha tényleg sok a halott, akkor van, tehát ha az látszik, hogy elérhetjük az egészségügyi kapacitások határát viszonylag gyorsan, akkor ugye azért a politika is szokott lépni. Egyelőre mi azt gondoljuk, hogy valahol, tehát a negyedik évben ez a kilábalási folyamat nagyon lelassul, de nem számolunk alapforgatókönyvben azzal, hogy az a gazdasági aktivitás az visszaesne. De ha tovább romlik, tehát hogyha úgy romlik a helyzet, ahogy mondjuk a modellek mondják, illetve erre ezt követi egy politikai reakció, akkor nyilván azzal kell számolni, hogy akkor a negyedik évben a harmadikhoz képest eshet a gazdasági aktivitás, és ebben az esetben, és akkor nyilván az év per év recesszió is nagyobb, mint az alapforgatókönyvben, akkor ennél ez a 6-3-as forgatókönyv is lehet optimista, és akkor ennél még lejjebb lesz. Világos. Éves visszaesés mértéke. Oké, Gergő, nagyon szépen köszönjük. Hát most itt a magyaroknál, a magyar helyzetnél maradtunk kicsit részletesebben, a külföldi adatokra most nem maradt időnk, de azért figyeljük őket és beszámolunk róluk. Nagyon szépen köszönjük, hogy így egy nagy összefüggésbe helyezted és tisztában látunk. Szép napot, jó munkát, szia! Hát illetve szép hetet, igen. Tardos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.